Folytatódik a Térfél 32. adása. Ennek második részében egy küzdősportolóval fogunk beszélgetni, méghozzá egy olyan küzdősportolóval, aki történelmi tettet hajtott végre azzal, hogy először a sportág történetében 12 menetes mérkőzésen lett profi kickbox világbajnok. Köszöntelek a stúdióban, Rákóczi Renátáról van szó, kartali származású hölgyről, mondhatni törékeny hölgyről, és kezdjük akkor Karttallal. Jó. Neked mit adott Karttal? Azoknak a nézőknek a kedvé mondjuk ezt tenni, van, akik ismernek és kartaliak nézik, azok fogják tudni, hogy mi történt veled, vagy hogy kezdted, hol jártál iskolába, de akik mondjuk nem, azoknak egy kis bemutatkozást azért mindenképpen ejtsünk meg. Oké, hát sziasztok! Hát akkor kezdjük azzal, hogy mit adott nekem Karttal. Ugye az egész gyerekkoromat ott töltöttem, ugye 13 éves voltam, amikor elköltöztünk onnan. Én nagyon örülök, hogy egy faluban sikerült igazából a serülőkoromat leélni. A mai napig nagyon sokat megyünk, ugye az apukámnak a szülei éltek, vagy élnek Karttalon, most már csak a mama él, és így elég sűrűn hazalátogatunk, meg ugye unokatestvéremék is ott laknak. Tehát a rokonság maradt Karttalon. Igen. Oda jártál iskolába is, általános iskolába? Nem is, a sportolás, a sport hogy jött be az életedbe? Gondolom nem mindjárt a kickbox, tehát mással kezdted. Igen. Erre tök érdekes, hogy tisztán emlékszek, hogy általános iskolába jártam. Azt hiszem, hogy másodikos lehettem, amikor kirakták így az iskola újságra, hogy milyen sportszakköröket hirdetnek, és ugye ott volt, hogy karate, és hazamentem, és akkor mondtam anyukámnak, hogy hát én szeretnék elmenni karatézni. Na jó, de bocsáss meg, sétáltál a folyosón, ránéztél az újságra, a fali újságra, ki volt téve, hogy karate? Volt ki téve más sportág is, vagy csak az, hogy karate? Igen, hát ilyen foci, hát a szokásos. Jó, de honnan az indítatás, hogy egy lány, egy fiatal kislány gyakorlatilag azt mondja, hogy ő karatezni szeretne? Mi volt ennek az oka? Mi lehetett az oka? Emlékszel? Jaj, persze. Nagyon sok ilyen verekedős filmet néztem, amikor babád nem is volt ott van kisben? Hát volt, de ilyen porfogónak használtuk, tehát hogy nem nagyon babáztam, viszont a Van Damme filmeket nagyon szerettem, és így volt, hogy egész nap képes voltam azt nézni. Egy filmet legalább 10-szer. És akkor innen jött az, hogy igen, akkor mindenki küzdő sport, és mit szóltak ott van, mikor te hazamentél, és mondtad, hogy hát te karatézni szeretnél? Szerintem a szüleim nem lepődtek meg, mert elég sok mindent kipróbáltam. Már addig is úsztam, ugye fociztam, kosárlabdáztam, akkor volt ilyen, azt hiszem, csütörtökönként sportszakör a felsőiskolába, és akkor oda lehetett menni. Tehát én, ahol volt mozgás, én ott voltam, úgyhogy szerintem anyáik így nem is lepődtek meg, hogy hát most a gyerek karatézni szeretne. Igen, karate után, vagy nem tudom hány évet töltöttél mondjuk Karttalon a karatéval, és ugye 13 éves voltál, amikor elköltöztetek, tehát ez hogy ment tovább a sport és a kapcsolatod, vagy a küzdősport és a kapcsolatod? Lényegében ugye ezért költöztünk el Karttalról, mert 60-ban voltak az edzések, ez nem is karate volt, hanem ugye tékvandó, én azt csináltam 18-19 éves koromig, és ugye ez miatt felköltöztünk 60-ba, mert hogy ugye anyáik hetente kétszer biztosan felvittek, ugye a kötelező edzés, és az mellett is fel kellett vinniük, még amikor versenyre készültünk, és ugye voltak plusz edzések, ez mondjuk nekik így munka után elég megterhelő volt. Hát majdnem minden nap mentünk, és akkor... És alárendelte a család tulajdonképpen gondolom, a te sportkarrieredet? Ez ennyire tudatos volt már akkor bennük is, vagy benned is? Én úgy érzem, hogy hát a szüleimben inkább, tehát, hogy látták, hogy így szeretem is csinálni, és hogy akkor most már bejött a versenyzés, hogy akkor azért ott is már picinek így sikerült így megcsípni eredményeket, és hogy szerintem érezték, hogy itt megragadok, és hogy ezért megéri úgymond ezt az áldozatot meghozni. Uh-huh. Ez azért is érdekes, vagy azért lehet érdekes, nem tudom, persze tékvandónak is több válfaja van, ugye van olimpiai tékvandó is, igen, van nem olimpiai tékvandó. Volt. Hogy igen, hogy miért, tehát ugye ha tovább vitted volna mondjuk az olimpiai tékvandót, akkor lehet, hogy olimpiában is gondolkodhatnál mostanság, mert ugye a kickbox Végül is ez nem olimpiai sportág. Még nem. Még nem, de most ilyen pillanatban nem. Tehát, hogy ez a váltás, tehát a tékvandorról a kickboxra, ez hogy történt? Hogy minek volt a következménye? Ez például kudarcnak köszönhető, mert amikor elkezdtem ugye tékvandózni, és már ahogy nőttem, egyre komolyabban csináltam, azt vettük észre, hogy a bírók nem igazán
szimpatizáltak az én harcmodorommal, mert ugye nálunk tékvandóban nem lehet teljes erővel megütni, megrúgni a másikat, mert nagyon sokszor úgy ítélték meg, hogy nekem kicsit erősebb a kontaktom, ez miatt volt, hogy kizártak versenyről, már pedig ezt már gyerekként éreztem, hogyha én valamiben belefektetem a munkát. És ugye járok edzésre, és elmegyek egy versenyre, ahol a bíró úgy ítéli meg, hogy nem megfelelő a kontaktom, az egész munkám kárba veszett, ugye kizártak a versenyről, és így úgy döntöttem, hogy akkor megyek olyan helyre, ahol mondjuk ez miatt nem szólnak, és ugye ez a ring. Ez nagyon érdekes egyébként, így belegondolva, hogy pont ugye valamelyik sportágban büntetnek azért, mert kontaktus van gyakorlatilag, és ennek az erőssége ugye lehet veszélyes, vagy sérülés veszélyt okozhat. Ugyanakkor van olyan válfaja, ugye a full kontakt, amiben te versenyzel, ahol pont erről szól, hogy vérzik az orr, igaz? Igen, ki lehet ütni a másikat. Az én habitusomhoz ez így jobban illik, meg a harc modoromhoz is, úgyhogy így lett a váltás. És ez is a filmeknek köszönhető? Szerintem igen, valószínű. De ez technikailag egyébként, hogy meg tud állítani az ütést, vagy ne tud megállítani, ez nehéz elsajátítani? Egy idő után már nem akartam, tehát hogy úgy voltam vele, hogyha már az úgy elindul, akkor tehát ne állítsuk meg, nézzük meg, hogy mi a max, és hál' Istennek, amikor először voltam bent a ringbe, borzasztóan, még azt is élveztem, hogyha ütötték a fejem, tehát hogy így hamar rájöttünk, hogy valószínű, hogy a ring lesz a nekem való. Uh-huh. És hogy lehet erre készülni egyébként? Tehát edzésen is élesben mennek ezek a pofoszkodás, ezért rúgás és ütés? Tehát azért van rajtunk egy jó pár protektor, ugye, mert edzésen nem az a lényeg, hogy megsérítsük ugye az ellenfelet, hanem az, hogy minél keményebben tudjunk bunyózni, de minél biztonságosabban. Tehát van rajtunk könnyökvédő, térvédő, igen, hogy ne sérültem mennyire tulajdonképpen, akár viszont, egy címmeccs, akár egy Európa igen, vagy világbajnoki fellépésre. Igen, nagyon figyelünk. Fejvédő az, anélkül el se kezdünk bunyózni edzésen, tehát ez egy alap. És ha mondjuk előfordulhat kiütés, vagy valami, akkor itt is olyan van, mint a boxban, hogy ki kell hagyni bizonyos hónapot? Igen. Tehát nem léphetsz ringbe? Igen, nekem sajnos tavaly volt pont egy ilyen, szerencsétlenül fejbe rúgtak, aztán ott le is mentem egy pár másodpercre, el is vesztettem az eszméletem, aztán az orvos megállapította, hogy akkor most 4 hét pihenő. Na, akkor beszéljünk a szépségéről, ha van ilyen ennek a sportágnak tulajdonképpen. Tehát te akkor áttértél tulajdonképpen a kickboxra, és mik voltak az első komolyabb eredményeid? Hát úgy van nálunk, ugye van mindig évelején egy megbeszélés, és akkor ki vannak tűzve a versenyidőpontok, meg megbeszéljük, hogy milyen versenyeken indulunk el, és én azt gondolom, hogy az első ilyen az egy világkupa. Amikor már ott fel tudtam magam verekedni a dobogó tetejére, akkor éreztük, hogy ez a munka működik, amit csinálunk. De hány évesen volt az első komolyabb sikered, vagy hány évvel ezelőtt volt ez? Kickboxban? Igen, vagy kickbox. Hát ugye ott tartunk, hogy kickboxolsz, most már is full kontakt, tehát élesben mennek a dolgok, akár a vérzésig. Igazából ezek a komolyabb eredmények így 3 éve jönnek, mióta ennél a klubnál edzek, ugye, ahol most vagyok. Mondjuk nyugodtan a nevét, a Titán Ese, igaz? Van a Titán kickbox esébe edzek, és ugye Juhász Gábor az edzőm. Sok edzőm nem volt életemben, meg tudom számolni egy kezemen, hogy hány emberrel dolgoztam együtt, úgy érzem, hogy a Gáborral működik a legeslegjobban a közös munka. Igen, és akkor világkupa sikerek, vagy Európa kupa sikerek, ilyen sikerek? Ezek is így szépen, ahogy elkezdtünk dolgozni, elkezdtek jönni. Úgyhogy egyébként ennél a szervezetnél indultam már régebben is versenyen, és más edzővel, és ott nem jöttek úgy az eredmények. Értem, és mikor jutottatok el odáig, hogy azt mondtátok, hogy bevállaljátok ezt a címmeccset, ami ugye sajátos volt abból a szempontból, hogy ti igazából azt hiszem 3 menetet, vagy a normál versenyeken 3 menetig tart egy küzdelem. Igaz? Itt viszont... Igen, az amatőrben 3x2 perc, ugye a profinál, ugye az Európa-bajnoki, meg a világbajnoki címmeccs az 12 menet, ugye eddig a férfiaknak volt csak 12, a nőknek 10, ugye most női egyenjogúság miatt felemelték ugye a mi menetünket is 12-re. Hát nagyon nehéz volt nekem fejbe is ezt akartam kérdezni, hogy a 3 menet után, amit amatőrben gyakorlatilag ugye amatőr világverseny vagy Európa szintű versenyeken után áttérni még a 10-re is, igen, nem a 12-re, szerintem ez iszonyatos nagy különbség.
Nekünk nagyon jó volt, mert nyáron kaptam egy meghívást Máltára, egy profi boxmeccsre, és ott ugye hat menetet kellett játszanom, és ugye fölkészültünk oda, hál' Istennek, az edzőtáborba, meg ugye előtte is a hat menetre, tehát amikor én megkaptam a címmeccs lehetőséget, bennem már volt olyan 6-7 menet kondia, tehát már annyira fel voltam építve, és volt még ugye több mint 3 hetünk még hozzárakni azt a másik hatot, ami azt gondolom, hogy ha így középtájról indulunk, akkor azt úgy meg lehet oldani egy hónap alatt. Azt mondtad, hogy megkaptad a felkérést a címmeccsre, ez kinek jár ez a felkérés, vagy hogy működik ez a profik között? Hogy van egy regnáló világbajnok, gondolom, akitől el lehet menni az övet. Úgy van, mint a boxban? Igen, hasonlóan, de a mi súlycsoportunkban, pont ebben az 55 kilóban most üres volt ez az 55 kilós női fullkontakt súlycsoport. Uh-huh. Tehát nem volt királynője a súlycsoportnak? Van, volt, ugye a norvégok megpályázták, és akkor ők kerestek ugye ellenfelet. És ilyenkor ugye megpályázták és kerestek ellenfelet, gondolom abban bíztak, hogy te elmész oda, és a norvég kislány lesz a világbajnok, és ezt ők megünneplik szépen ott. Igen, én is azt gondolom, hiszen ugye versenyekről ismerjük egymást, tudjuk, hogy bunyózik a másik. Én azt gondolom az ő részükről, hogy talán az lehetett bennük, hogy volt egy magyar lány, aki nem tudta legyőzni ezt a lányt, kétszer vagy háromszor bunyóztak, nagyon-nagyon jó meccset játszottak, és azt gondolom, hogy a norvégok azt gondolták, hogy ha őt legyőzték, akkor engem, mint másik magyar lányt vagy versenyzőt, hogy én se fogok nekik problémát okozni. Nem így lett. Nem. Nem, nagyon jól sikerült a felkészülés. Két kérdésem is adódik. Tehát részint az, hogy lehet felépíteni egy 12 menetes taktikát. Van-e taktika egyáltalán? Vagy történhetnek váratlan dolgok, ez az egyik fele. A másik pedig az, hogy mire emlékszik az ember utána, vagy utólag? Hú. A legjobb az egész, hogy mindenre emlékszek, tehát minden egyes menetre, akkor megszólalt a gong. Nagyon soha nem sikerült ilyen jól egy felkészülésem sem, mint a mostani, mert tényleg úgy tudtam felmenni a ringbe, hogy nagyon tiszta a fejem. Mindent tudtam érzékelni, nem volt bennem pánik. Igazából minden úgy alakult, ahogy mi ezt elterveztük, viszont... Pedig a csarnok nem neked szurkolt, igaz? Senki. Közel 3000 ember ott, Norvégiában, Elverum, vagy hol volt ez a mérkőzés? Igen. Hát mindenki a norvég. Uh-huh. Ugye ő volt a amatőrben az Európa és a világbajnok. Mindenki neki szurkolt, neki csinálták ezt a versenyt. Sót, gálát akartak. És akkor igen, hogy mindenre emlékeztél, tiszta voltál, ott hagytuk abba, közbevágtam. Igen, és hogy a menetek hogy voltak felépítve. Igazából mi tudtuk, hogy bunyózik a Krisztin, ezért tudtuk a gyengeségeit, meg az erősségeit. Én nem beszéltünk meg előre 12 menetre taktikát, hanem mindig csak egyre koncentráltunk, hogy elmondta edzőm, amikor fölmentem, hogy az első menetben mi lesz a feladatom. Uh-huh. És akkor abból leszűrte, hogy nagyjából milyen lesz a második menet, és igazából ott akkor ott állította fel ugye a taktikát. Nyilván az állóképességed megvolt hozzá, igen, hál' Istennek. És akkor ezt tudta figyelemmel kísérni, hogy mit reagáltak a másik oldalon, és akkor mondta neked, hogy mit kell csinálni. Belülről lehetett érezni, hogy meg lesz? Vagy volt olyan pontja ennek a mérkőzésnek a 12 meccsen, amikor azt mondtad, hogy ez meg lesz, ezt nem tudják elvenni tőled? Vagy a pontozó, vagy ilyenkor pontozó bírók vannak itt is? Igen. Tehát szubjektív azért valamennyire, igaz, a megítélés? Igen, ők azt gondolom, hogy jobban szerették volna a Krisztint kihozni. Egyébként egy bíró meg is csinálta, csak azt nem tartottuk fairnek, hiszen az egyik bírónál elvittem 9 menetet a 12-ből, a másiknál elvittem 10-et a 12-ből, és a harmadik bírónál 7 menetet vitt az ellenfelem, tehát ott nagyon nagy a kontraszt, azért valószínű, hogy engem nem nézett a meccs közbe. Szóval tovább is az a kérdés, hogy akkor a 12. menet végén érezted? Ja, igen, bocsánat, kicsit elkalandoztam másfelé. Igen, én az elejétől kezdve
Nagyon magabiztos voltam, ez nálam nagyon-nagyon ritka. A harmadik menettől kezdve éreztem azt, hogy ú, de jó, erre még tudok rakni, még tudok pörgetni, és a következő menet még tud ennél is jobb lenni, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt minden és pillanatban. És ilyenkor láttad a másik, az ő másik oldalról láttál, volt valami visszajelzés az ő szeméből, hogy bajban van esetleg, vagy mit pánikol? Vagy ilyet nem figyeltek? Nem pánikolt, azt éreztem, hogy nem találja a megoldást. Tehát, hogy ők is nagyon keresik minden menetre, de hogy nem találták meg a megoldást arra, amit mi összeraktunk. Mm-hmm. És akkor tulajdonképpen végül is ebből lett a történelmi tett, mert ugye te vagy az első. Igen, viszont nagyon féltem még eredményhirdetés pillanatában is, hogy esetleg ettől függetlenül, hogy mi mit éreztünk, más lesz az eredmény, mert hogy ilyen ugye előfordul. Igen, volt már rá példa. Nagyon sűrűn. Hogyan tovább? Hát tehát ezek van... után, hogy megvan a profi világbajnoki cím, ezt meg kell védeni? Igen, jövő év ilyenkor. És te választasz, vagy ki választ neked ellenfelet? Ilyenkor hogy van? Vagy van valami rangsor, aki azt vezeti, az lesz az ellenfeled? Vagy igen, van egy ilyen vakó ranglista, és akkor az első 20 ember... Ez a vakó, ez a nemzetközi szervezete, igen, a kickboxnak. Ez egy nagyon-nagyon erős szervezet. Én azt gondolom, hogy ez a legerősebb szervezet. És kivárható ellenfélek lehet már látni? Hát így... Ugyan ő nem? Lehet? Benne van a pakliba, sőt, én nagyon szerettem volna, ők is kérték, ők nem érezték korrektnek a bírói döntést, mi nyilván nem így voltunk vele, szóval, hogyha ha arról van szó, akkor lehet, hogy egy év múlva mikor nem ezt lesz így ki egyébként, próbáljuk. Hogy ki lesz az ellenfél? Hát szerintem meccs előtt egy hónappal már azért illik így mondani, ha nagyon... jó szívűek vagyunk, akkor 2 hónappal előtt. Ez valamikor ősszel lehet egyébként? Hogy igen. Valamikor ősszel, és hol? Az is megvan? Vagy ez Magyarország igen, lesz? Én azt gondolom, hogy igen. Na, ez egy érdekes. Azt szeretném még megkérdezni tőled itt a beszélgetés vége felé, hogy ugye ez egy abszolút nem egy nőies sportág. Igen. És valószínűleg rengeteg fájdalommal és rengeteg lemondással is jár ez a felkészülés. Ezt meddig lehet csinálni, vagy hogy tudod ezt összeegyeztetni a mindennapi életedben? Meg gondolom, mellette tanulás, vagy egyéb elfoglaltságok is vannak. Igen, egyébként pont most csináltam a jogosítványt a felkészülés mellett, plusz ugye dolgozok is, bár kötetlen a munkaidőm, meg egész rugalmas a munkahelyem. Nehéz, főleg amikor napi 2 edzés van, és mondjuk reggel elindulok, és este 10-kor érek haza, úgyhogy másnap reggel megint kelhetek, mert ugye minden nap hajnal 5-kor kelek, és 7-kor már ott vagyok az edzőteremben. És van, amikor még délután. És magánélet? Már nem akarok bájkálni persze benne, de hát ez hogy fél bele, vagy hogy lehet ezt összeegyeztetni? Azt gondolom, hogy ha az ember mellett van egy olyan társ, aki ezt jól tolerálja, akkor ez nem egy ilyen nagyon nagy probléma. Bár néha nehezményezi, de ilyenkor akkor egy picit pihenek. Meddig szeretnéd még ezt csinálni? Van így elképzelés, vagy mi a csúcsa ennek, amikor érdemes már abba hagyni, vagy abba kell hagyni? Most sérülésekről meg ilyen rossz dolgokra ne beszéljünk nyilván, csak hogy mi látszik még ebben? Hát én annó azt mondtam páromnak, hogy maximum 35 éves koromig fogom csinálni, de hogy akkor szeretnék egy világbajnoki övet, és igazából 30 múltam, most meg lett, de ettől még így nem szeretném abba hagyni, így be van. Hát így a 35 év van így be. Uh-huh. Szerinted mi a nehezebb, megszerezni vagy megőrizni? Hát megőrizni. Ezt az övet, ez a gyönyörű övet, meg ott a serleg is melletted. Igen. Szerintem megőrizni. De sikerülni fog? Én azt gondolom, hogy igen. Na, akkor maradjunk abban, hogy a meghívás áll egy év múlva is, vagy amikor ezt bekövetkezik, és én kívánom, hogy tényleg őrizd meg, és egyéb versenyeken is szerepelj most már sikerrel, mert gondolom, most már mindenki idézőjelben rád vadászik majd a súlycsoportban. Így történik, igen. Hiszen igen, te, vagy igen, te vagy a királynője. Köszönöm szépen, igen, hogy elfogadtad szépen a meghívást. Önöket arra kérem, hogy ne menjenek messzire, hiszen a harmadik részünk azonnal kezdődik.